Kedves nézők, köszöntelek benneteket szeretettel, karácsony nagy ünnepe alkalmából. Óriási várakozás előtte meg ezt az ünnepet, hiszen a választott nép, a zsidók sok száz éven keresztül vágytak, várakoztak a Messiásra. Eljött az idő, amikor az Úristen elküldte angyalát, Gábriel főangyalt Máriához, aki igent mondott Isten szép tervére, és az ő ammennyára legyenjére méhébe költözött az isteni ige. 9 hónap múlva pedig Szűz Mária Betlehembe erre a látható világra szülte az ő fiát, az Isten fiát. Óriási, nagy dolog ez, hiszen a világ teremtése, majd az élővilág megteremtése után az első emberpár teremtette meg az Úristen, és ők tudjuk, hogy sajnos elfordultak tőle, az élettől, a szeretettől, az igazságtól. És ennek nyomán jött a világba a sok félreértés, veszekedés, verekedés, háborúk. Bizony a történelemkönyvekben azt látjuk, hogy a történelem így a háborúk története lett, sok szomorúság egymás után. De az Úristen megkönyörült az embereken, küldött prófétákat, akik mind jövendölték, hogy eljön majd egyszer, nem csak a választott nép számára, az egész világ számára egy olyan igazságos uralkodó, olyan jó király, akinek az országában minden szép és jó lesz. Minden, amire az emberek, különösen a szegények, a szenvedők, a betegek vágyakoznak, vagy az ártatlan gyermekek, és igen, az öregek és a haldoklók is. Abba az országba, ahol megszűnik a halál is. És eljött. Ezen a napon ünnepeljük az ő földre érkezésének, születésének a napját, és ilyenkor mindenki az egész világon örül. De elsősorban a Krisztus hívők. A többiek is erre a napra úgy figyelnek, mint a szeretet és a béke ünnepére. Hála Istennek, ilyenkor megbékélnek az emberek. Hiszen Jézus a Messiás csak ezt az egyet kérte mindenkitől, hogy engesztelődjenek ki egymással, hogy bocsássunk meg egymásnak, és kezdjünk újra szeretni. A kölcsönös szeretet, ahol az Úr Jézus lelke van, ott terem, ma is újra születik Jézus. Hiszen ő mondta, ahol ketten vagy hárman, vagy többen összejönnek az én nevemben, én ott vagyok. Nagyon nagy öröme számunkra, kedves testvérek, hiszen tudjuk, az angyalok énekeltek a szegény pásztorok betlehemi istálója fölött. Most dicsőség a mennyben az Úristennek, és békesség jön le a földre az embereknek. Ahol tehát tartják az Isten parancsolatait, főleg az elsőt, hogy ő lesz szívük, lelkük közepén. Őrá vágyakoznak a leginkább, és bármiről lemondanak az Isten kedvéért, ott ő százszorosan megfizet annak az embernek, azoknak a közösségeknek. Mi itt Ukrajnában éppen most az év végétől a házasság és a család szentségét fogjuk ünnepelni, és ezen fogunk egész évben elmélkedni, ezért fogunk imádkozni, mert fogyóban vannak a jó házasságok, nem csak az ő, a gyerekek szomorúságára is. Nagyon megoszlódtak a családok, nem csak a válásokra gondolok, hanem arra a sok munkásra, aki elmegy Nyugat-Európába dolgozni, hogy jobb fizetést hozzon az itthon maradottaknak. És ez bizony szintén egy nagy nehézség, a házasság örömét, a család örömét, különösen a gyerekek örömét megélni. Én kívánom azt,
hogy itt, Munkácson, Kárpátalján az emberek az Isten vágya szerint éljenek hozzá hasonlóan, hiszen így teremtett meg minket az ő képére és hasonlatosságára, férfinak és nőnek, és a szaporodás parancsával, a gyermekekkel együtt, pedig a családot. Így egy jó család bemutathatja és bizonyíthatja, hogy van Isten, és hogy milyen az Isten. Legalább a magunk fejében, a kapcsolatainkban teremtsük meg ezt a békét, a szeretetet, és mindazt az igazságot, igazságosságot, amit hiányolunk az életben, az országban, a világban. Mert ő azt ígéri Szűz Márián keresztül, hogy mindent helyrehoz, és mindenkinek megfizet a tetteiért. Kedves testvérek, Jézust tegyük a középpontba, nem csak most karácsony ünnepén, hanem házasságunk, családunk közepére, őrá figyeljünk a legtöbbet, imádkozzunk hozzá, és imádjuk őt, mert Krisztus most is születik, és dicsőítjük őt. Krisztus rozdájeca, slavíme jeho.